140? Én voltam az egyetlen ember, aki tulajdonképpen nem sportolóként került ide, viszont talán én szerettem volna legjobban itt lenni, és szerettem volna be is bizonyítani, hogy ez azért van, mert nagyon szeretem ezt a sportot. Nem feltétlenül azért, mert nagyon jól megy nekem, de úgy gondolom, hogy sikerült helytállnom az én szintemhez képest, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. Sokkal többet dárcoznék szívem szerint, mint amennyi időm van rá. Mostanában nem volt túl sok, sőt az elmúlt két hétben gyakoroltam talán a legkevesebbet az elmúlt másfél évhez viszonyítva, ami ugye nem túl szerencsés egy verseny előtt, de legalább tényleg volt kedvem igazán dobni, úgyhogy tényleg nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire jól éreztem magam. És megvan második nyíla a diszlájét. Mindjárt egy nagyon nehéz meccsel kezdtem Kis Gergő ellen, aki ugye, hogyha jól tudom, akkor szinte nem túl régen kezdte el a sportot, és viszont hogyha mondhatom, így azonnal szerelmese lett, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért dobálgat otthon. Ez látszik is a teljesítményén. Viszonylag kiegyensúlyozott, úgyhogy egy nagyon erős meccsel kezdtem vele szemben, ugye 2-2-nél döntőleg. Úgyhogy talán az volt a legnehezebb meccsem, utána ugye Anna ellen tulajdonképpen azért volt nehéz, mert én kiszállóra ugye duplával szállhattam csak ki, meg szimplával is, és úgy érzem, hogy Patrik kicsit elfáradt, illetve nekem egészen komolyan sikerült a döntő, úgyhogy a legkönnyebb meccsem szerintem a három közül pont a döntő lett. Itt van a hőtérképed, és ebből az derül ki, hogy a viharzóna az ott van a tripla 20 fölötti régióban, de ami egészen impresszív, az a 33,33%-os kiszálló arány, tehát minden harmadik kiszállód ült, ez simán elmegy. Egy profi vagy egy felnőtt mezőnyben. Olyan szinten mentem rá a dartsba az elmúlt egy-két évben, hogy viszonylag kevesen, de azért elég sokan tudják rólam, hogy nagyon szeretem a futballt, és fanatikusan szurkolok a Manchester Unitednek, tulajdonképpen minden egyes lépésüket követtem, és néha átkapcsolok dartsra meccsről, és ez nálam már nagyon nagy szó. Manchester meccsről még nem, de az, hogy a többi futballesemény helyett képes vagyok dartsot nézni a tévében, ez már azt jelenti, hogy ez egy szerelem nálam. Lajos már is adja az ajándékaidat. Gratulálok. Nagyon köszönöm. Ezek fangervennyilak, amiket sikerült megnyernem az aranyszínű trófa mellett, és ott volt ez a sarokban egyébként nap elején is, és nekem egy fél grammal könnyebb fangervennyilam van pont, amit nagyon-nagyon szeretek, azzal is játszottam a versenyen, és néha kicsit könnyűnek érzem, viszont annyira nem, hogy egy 23 vagy egy 25 grammos nyira fölváltsak, úgyhogy ez a fél gramm, ez pont egy olyan, ami annyira kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, hogy alig tudtam kibírni, hogy ne bontsam ki ott a sarokban napközben, és így, hogy én nyertem meg a versenyt, és megkaptam, természetesen első dolgom volt kipróbálni, és az első benyomás az egészen biztató. Abszolút Michael van Gerven a kedvencem, igen, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok neki idén is.